A minden bizonnyal éjszakába nyúló választás estén. Jó estét kívánunk! Ez az ATV rendkívüli híradója a választás napján. Ha minden jól megy, akkor kikapcsolunk a DK helyszínére, mert tudomásom szerint Gyurcsány Ferenc kezdte ott meg a beszédét. Lássuk, hogy tudjuk-e kapcsolni a helyszínt. A kormány országombolásának martalékává váljon. Orbán vagy Európa? Így tettük fel a kérdést. Biztos vagyok benne, hogy az ország többsége Európát választja. És remélem, hogy volt hozzá ereje, bátorsága, hogy a rákényszerített, bonyolult és tisztességtelen választási körülmények között vereséget mérjen a Fideszre. Minden értelemben megérdemli a Fidesz ezt a vereséget. Nem az a kormánynak a dolga, hogy bár valós veszélyek, de nem létező, hanem kreált ellenségekkel szemben háborúba vigye folyamatosan országát. Mi nem háborút akarunk, hanem békét. Nem a magunk országát akarjuk a győzelemmel elősegíteni, hanem valamennyi Magyarországát. Nem bosszúra, nem revánsra készül az egyébként győzelmet remélő sokaság, hanem egy olyan országra, mely mindannyiunknak a hazája. Elfogadhatatlan, hogy az egyébként a kihívásoktól állítólag nem félő miniszterelnök kormánya képtelen megoldani, hogy emberséges körülmények között szavazzanak emberek, és ebben a pillanatban is vannak még olyan szavazókörök, ahol kígyóznak. Nem olyan bonyolult dolog ez, szóval őszintén szólva nehéz elképzelni, hogy hogyan tud valaki egy országot vezetni, ha képtelen megítélni, hogy pár ezer ember hogyan tud tisztességgel, normálisan, nyugodtan szavazni, és képtelen megteremti ennek a feltételeit. Hogyan tud egy ország úgy sikeres lenni, hogyha választási irodája és választási rendszere kora reggel fölmondja a szolgálatot és azonnali beavatkozást igényel. Ez nagyjából mutatja, hogy valóságos kihívásoknak hogyan tud megfelelni ez a kormány, sehogy se. Remélem, hogy ma este a választók sokasága pontot tesz ennek a rémdrámának a végére. Megérdemelni Magyarország, hogy a demokrácia üdítő frissítő szele kiszellőztesse a Kárpát-medencét. Hát ezekkel a reményekkel várjuk mi is az adatokat. Azt tudom ígérni, hogy kollégáim, szóvivő úr alapvetően folyamatosan rendelkezésükre áll, rendszeresen értékeljük a kapott eredményeket, hozzáteszem, mi már tudunk bizonyos eredményeket, amelyeket szavazóköri delegátjaink elmondanak, de természetesen jogszerűtlen és tisztességtelen lenne ennek megosztása, beavatkozás lenne a még praktikusan be nem fejeződött választás menetébe. Ezért sem értelemem, még csak megjegyzést sem teszek erre. Ha van kérdésük, ugye, akkor most válaszolunk. Köszönöm szépen a kérdését. Eddig tartott a DK sajtótájékoztatója, vagy Gyurcsány Ferenc mondta el véleményét a mai napról. Most pedig kapcsoljuk azt a helyszínt, ami a leginkább kaotikus, a 11. kerületi Bocskai útot. Konkrétan tragikusnak nevezte az újbudai szavazás körülményeit a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Pál Filona azonnal intézkedést ígért kb. 7 órakor, és azt, hogy már nem kell sokáig sorban állniuk az embereknek. A helyszínen van Molnár Fruzsina, és azt kérdezem tőle, hogy 9 órára változott-e valamit a helyzet. Megérkezett-e ez a segítség? Szervusz Márti, nem érkezett meg a segítség 9 órára, és ami a rosszabb hírem Pál Fironának is, és a sorban állóknak is, hogy az itteni szavazókörben dolgozók nem is tudnak arról, hogy miféle segítséget várnak, illetve miféle segítség fog érkezni. Ők nem tudnak arról sem, hogy esetleg azokat az asztalokat megnyitják-e az átszavazók előtt, ahol ugye már a helyiek elvileg leszavaztak. Megpróbáltunk tájékozódni, egyes megyékből hívnak előre embereket, tehát azokból a megyékből, ahol kevesebb az átjelentkező, ott van esélyük az
embereknek hamarabb sorra kerülni, viszont főleg Pest megye és a környéke az, ami hát végig kell állniuk ezt a sort. Most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy még körülbelül 6-700 ember vár arra, hogy bejusson a szavazókörbe. Ugye most már 9 óra után vagyunk néhány perccel, 10 óra előtt itt az óvatos becslések előtt sem fog bejutni ez a rengeteg ember. Egyébként a környékbeliektől rengeteg bíztatást kapnak itt a sorban állók. Gyakorlatilag nincsenek olyan autók, ahonnan ne dudálnának ki. Az elhaladó emberek nem mondanák azt, hogy ti vagytok a legjobb, akit az egyik szemben lévő háznál egy molilont is kifeszítettek, hogy köszönjük, hogy szavaztok. A hangulat egyébként továbbra is békés, tehát akik itt állnak a sorban, még mindig nagyon nagy nyugalommal tűrik azt, hogy több órás sorbanállás után is bejussanak végre a szavazókörbe. Eleme jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 10 óra előtt itt biztosan nem lesz még urnazárás. Egyelőre várunk még a helyszínen, hogy hát ha megérkezik ez a bizonyos felmentősereg, amiről mondom még egyszer, senki nem tudja, hogy mi az. Visszaadom a szót a stúdiónak. Köszönjük szépen, Fruzsi, kitartás ott a helyszínen, biztos vagyok abban, hogy mi kapcsolni fogunk titeket. Gulyás Gergely szerint jó eséllyel a mostani választás lehetett az, amely minden idők legmagasabb részvétele mellett zajlott. A Fidesz frakcióvezetője ezért úgy látja, erős legitimációja lesz majd az új országgyűlésnek. Gulyás Gergely fontosnak nevezte, hogy ahol még sorban állnak, ott is le tudják adni a szavazatukat a választópolgárok. A kormánypárti politikus mindenkinek megköszönte, hogy elment választani, azoknak pedig külön köszönetet mondott, akik a Fidesz-KDNP-re adták le voksukat. Voltak ugyan szabálytalanságok, a Fidesz is kénytelen volt nagyon sok esetben panaszt tenni, de alapvetően a választás rendjét befolyásoló körülmény nem volt. Ezért nagyon örülünk annak, hogy magas részvétel mellett egy erős, legitim parlamentje lesz az országnak. Most pedig élőben kapcsoljuk az MSZP párbeszéd eredményvárójának helyszínét. Benyó Ritát szólítom, és úgy tudom, hogy Szabó Tíme, a párbeszéd társelnöke is ott van veled. Igen, a sok szocialista vendég után most már itt van a párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea is. Egyrészt most együtt hallgattuk végig Molnár Fruzsina kolléganőm bejelentkezését is arról, hogy még mindig nagyon sokan várnak arra, hogy egyáltalán szavazhassanak. Mit szól ehhez az egész helyzethez, ami kialakult? Nagyon sajnálatos ez a káosz, hogy azért lehetett tudni, hogy itt magas részvétel lesz, nem csak Budapesten, hanem országosan, és hogy ezt nem sikerült megoldani, hogy ne legyenek ilyen sorok, az egészen hihetetlen és elképesztő. Gyurcsány Ferenctől hallottuk, hogy nagyon sok a kígyó a szavazókörök körül. Nyilvánvalóan nagyon reméljük, a viccet félretéve, hogy megoldják ezt, és valóban az eddig ismeretlen felmentősereg valamilyen formában megérkezik, és az, hogy ebből a választási bizottság is tanul, és még egyszer nem fogja eljátszani ezt a szégyenletes esetet. Én nem értem, hogy egyébként miért kellett az átjelentkezőket egy darab szavazókörbe tenni, tehát hogyha nem egy, hanem több helyre engedik őket, akkor ez már viszonylag egyszerűen megoldható lett volna. Ugye ön egy olyan választókörzetnek a jelöltje, ahol az utolsó pillanatban is voltak visszalépések az önjavára. Ez a végére mit hozott? Mennyire sikerült mozgósítani, mennyire sikerült a választókhoz egyáltalán eljuttatni azt az információt, hogy végül is ön az ellenzék közös jelöltje? Én először is szeretném megköszönni Óbuda-Békásmegyer lakóinak, hogy ilyen magas arányban elmentek szavazni. Mi olyan 80% körüli részvételre számítunk, ami országosan ugye egy kiemelkedő átlag. De bocsánat, erről már van közelítő pontos adatuk is? Félhetes adatok alapján, amik 76% fölötti részvételt mutatnak, arra számítunk, hogy ez a 80%-ot meg fogja közelíteni. Nincsenek még végleges adataink erre vonatkozóan, de azt gondolom, hogy ez a nagyon magas részvételi arány, amit még egyszer köszönünk a választóknak, azt mutatja, hogy Óbuda-Békésmegyeren is változást akarnak az emberek, nem akarják, hogy Orbán Viktor kormányozzon, változást szeretnének, és nagyon bizakodom abban, hogy ezt a körzetet meg tudjuk nyerni. Akkor önnek összegezve az a megérzésre, hogy önből országgyűlési képviselő lesz? Nagyon reméljük, hogy igen, egyéni országgyűlési képviselő, természetesen jóslásokban nem akarunk még bocsátkozni, várjuk az eredményeket, és innen is szeretném még egyszer megköszönni az LMP-s Ábrahám Júliának és az együtt képviselőjének, Pataki Mártonnak, hogy visszaléptek a javamra. Én azt gondolom, csak hogy visszatérek az eredeti kérdésére is, hogy sikerült ezt az üzenetet eljuttatni a választókhoz még időben. Szerintem ez a magas részvételi arány is azt mutatja, hogy az emberek láttak reményt arra, hogy jó, így már akkor nyerhető ez a körzet, elmennek szavazni. Önálló frakcióban fognak ülni, ennyit még? Meg fogjuk ezt beszélni a későbbiekben.
Köszönöm szépen, és akkor visszaadom a szót a stúdiónak. Köszönjük szépen, itt a valóban az eredményeket várjuk, azt hiszem mindannyian, de ahogy elnézzük, erre még bizony legalább egy órát várni kell tekinteten arra, hogy hosszú sorok kígyóznak, de a helyszíneket, amint tudjuk, kapcsoljuk. A hódmezővásárhelyi választás azt mutatta meg, hogy a magas részvétel az ellenzéknek kedvez. Erről beszélt híradónknak Hatházi Ákos, aki azt is elmondta, bizakodóan tekint az eddigi részvételi adatokra. Az LMP társelnöke úgy gondolja, a Fidesz-KDNP hiába buzdít szavazásra, nem tudta kellően mozgósítani szavazóit, mert ahogy ő mondta, ehhez nem volt elég embere. Sikernek azt tekinteni Hatházi, ha a kormánypár támogatottsága 50% alá csökkenne az új parlamentben. Két nappal ezelőtt teljesen egyértelműen mondták az ellenzék verességét, ma már a szakértők nem mernek semmit sem mondani, úgyhogy tulajdonképpen határa csillagos ég. Az Együtt eredmény várója a Király utcában van, most oda kapcsolunk. Korvin Tibor ugyanis kamera elé hívta Szigetvári Viktort, az Együtt miniszterelnök jelöltjét, ha jól tudom. Szervusz, köszöntöm ismét az ATV nézőit. Igen, itt vagyunk a Király utcában, az Együtt eredményváró partiján. Egyébként itt is most már piknik hangulat uralkodik. Egy nagyon kellemes teraszos kávézóban vagyunk, és várjuk az eredményeket. Itt áll mellettem Szigetvári Viktor, az Együtt miniszterelnök jelöltje és választmányi elnöke. Két kérdésem is lenne önhöz. Az egyik az, hogy Németh Szilárd, a csepeli Fidesz képviselőjelöltje azt mondta az urnazárás előtt nem sokkal az Echo TV-ben, hogy két fontos állítást is tett. Az egyik az, hogy Csepelen jól sikerült a Fidesz-KDNP mozgósítása. A másik pedig az, hogy a kisebb pártoknak már nem kell izgulniuk, mert ilyen magas választási részvételi arány mellett ők már biztosan elvéreztek. Önnek erről mi a véleménye? Hát először is ezt bízzuk a választópolgárokra most már, hogyha minden kiderül, néhány órán belül végleges eredményünk is lehet, és ebben az Együtt tisztán áll a választók elé. Megkampányoltuk a magunkat, bízom benne, hogy az országgyűlésben képviselni tudjuk a magunk liberális demokrata szavazóit. Németh Szilárd pedig lehet, hogy többet tud nálam, én azt tudom, hogy egyes számokból azt lehet látni, hogy ez jobb a kisebb pártoknak, mások szerint jobb a kormányzó pártoknak. Ki fog ez derülni? Én azt látom, hogy számos olyan városban, számos olyan kerületben, ahol mi erősen jelen vagyunk jó jelöltekkel, ott magasabb volt a részvétel, mint bármikor korábban. Ez lehet akár nekünk is, és más ellenzéki pártoknak. Én egyet tudok, az ellenzéki jelöltek győzelmének szurkolok most is az urnazárás után, és ebben ki lehet érni Németh Szilárd egyéni választókerületére, és abban, ha biztos nem is lehetek, hiszen én sem tudok többet, mint amit a tévénézők tudhatnak, abban nagyon-nagyon reménykedem, hogy Csepel-Soroksáron és akár Mátyásföldön is az Együtt tud egyéni országgyűlési képviselőt adni a következő országgyűlésnek, és ezzel a mi kispárti voltunkban a parlamenti képviseletünket biztosítani fogjuk. Szurkolok Szabó Szabolcsnak, ott már biztos számolják a szavazatot, vagy akár Vajda Zoltánnak, de szurkolok más ellenzéki pártok, más ellenzéki képviselőjelöltjének is. Választási eredményeket ugyan még nem tudunk, de azért megkérdezem az este folyamán már most, hogy ha vissza lehetne forgatni az időkerekét, ugyanezt a szövetségi politikát választanák? Vagy van olyan, amit az ellenzéki tárgyalásokkal kapcsolatban máshogy tennének, vagy teljesen elégedettek ezzel a kialakult helyzettel? Korai még arra válaszolni, hogy mi jött be abból, amit mi javasoltunk önmagunknak is, meg hát az egész ellenzéknek, illetve hát az országnak. Abban így az eredmények ismerete nélkül is biztos vagyok, hogy azokban az egyéni választókerületekben van esély, volt esély a legtöbb mandátumot megszerezni, ahol a egyéni jelöltek egymás javára visszaléptek, és ebben az Együtt élen járt, és ez egy elvi és fontos álláspont volt a részünkről. Mi léptünk vissza a legtöbb helyen, és ezt örülök annak, hogyha mi akár MSZP-s, akár DK-s, akár párbeszédes, vagy akár LMP-s egyéni képviselőjelöltnek a győzelméhez ezzel hozzájárulhattunk. Én sajnálom, hogy más választókerületekben más pártok nem feltétlenül léptek vissza, de azt gondolom, hogy ez a stratégia ebben a helyzetben közelebb vezet. Mi listán nem találtunk olyan partnert a baloldali pártok között, akikkel közös listát állítottunk, az pedig korábban Juhász Péter elmondta, hogy mi a új pólust, az LMP-vel, a Momentummal elképzelhető megoldásnak láttuk volna, de hát ezt ők nem akarták, és ezen túl is lépett az idő. Tisztességgel kampányoltunk, lesz képviselete az Együttnek a következő országgyűlésben. Köszönöm szépen. A nézőknek még annyit mondanék, hogy ígéretet kaptam arra, hogy Szabó Szabolcs és Vajda Zoltán is az este folyamán meg fog érkezni ide, úgyhogy igyekszem majd őket is egy interjú erejére elkapni. Visszaadom a szót a stúdiónak. Mi pedig ígéretet teszünk arra, hogy akkor kapcsolni fogunk. Tibor, köszönjük szépen a tudósítást.
Önöknek meg a figyelmet, egész biztos, hogy ez a történet az éjszakába nyúlik, de folytatódik a választási műsor, és lesz híradó is 10 órakor legközelebb. Mi itt leszünk önökkel. Viszontlátásra! Minden jót!